Többek között a gépjárműadónak, ezen kívül az építményadónak és a helyi iparűzési adóelőlegnek is szeptember 15-e a befizetési határideje. Eddig az időpontig lehet késedelmi pótlék nélkül ezeket az önkormányzati adónemeket megfizetni. Változás azonban, hogy az idegenforgalmi adót a tárgyhót követő 15-éig kell bejelenteni, de ez évben a járvány okozta helyzet miatt évvégéig nincs fizetési kötelezettség, csak bevallási. Az április 26-ától december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégészakák után. És itt felhívnám a szálláshely szolgáltatóknak a figyelmét, hogy figyeljenek erre a határidőre, mert ez egy új dolog. Az önkormányzat a be nem fizetett, de bevallott idegenforgalmi adót úgy tudja a költségvetésből visszaigényelni. És sajnos azt tapasztaljuk az ellenőrzések során, hogy nincs mindenki ezzel tisztában még mindig, és ez a bevételeink szempontjából nagyon jelentős és fontos lenne. Az is változás, hogy évvégéig a nullás bevallást, tehát ha nem volt vendég, azt nem kell bevallani. Egyéb változás még, hogy a vállalkozók iparűzési adójának megfizetési dátumát a kormány május 31-e helyett szeptember 30-ára halasztotta. Viszont az adóelőleget ugyanúgy szeptember 15-éig meg kell fizetni. Tehát kérem, hogy erre figyeljenek, hogy szeptemberben 2 fizetési határidő van. Egy az adóelőleg fizetés, az szeptember 15 a korábbiak szerint, és a halasztás miatt pedig az adófizetés az szeptember 30-a. És amire még felhívnám a figyelmet, meg ugye felismerült a Kata kérdése, tehát Katában maradtak az eredeti adófizetési határidők, március 15-e ugye már elmúlt, az rendben van, és most jelenleg szeptember 15-e a határidő. Tehát a katás vállalkozókra más vonatkozik. Ugyan nekik is e hónap közepéig kell az előző évi adót bevallani és megfizetni, de az idei adóelőleget is eddig kell rendezni. A magánszemélyeknek minden évben kiküldik postai úton az adószámla kivonatot, erről ők így értesülnek. A vállalkozó pedig, ha rámegy az önkormányzat hivatali portáljára, akkor a nap bármely szakában meg tudja nézni, hogy pontosan milyen adófizetési kötelezettsége van, illetve a számlája mit mutat. Ez alapján könnyebb az említett határidőket is betartani.